10 év után találták meg egy egykori NB1-es futballista holttestét. Katzenbach Imre 2009 őszén tűnt el. A rendőrség most Baranya Jenő mellett azonosította a földi maradványait. Katzenbach Imre neve a kezdetektől szerepelt az Eclipse botrány néven elhíresült ügyben. Alvállalkozóként ő is részt vett a csalásban. A rendőrség korábbi üzlettársát vádolja a gyilkossággal. Avar és szeméthalmaz. A rendezetlen környezet egy Baranya Jenői birtok végében. Az elhagyatott parcella 10 évig egy gyilkosságot rejtegetett. A helyek szerint itt találták meg Katzenbach Imre korábbi focista holttestét. A magyar bajnok labdarúgó 2009 őszén tűnt el. A rendőrség már a kezdetektől gyanította, hogy nem saját elhatározásából tartózkodik ismeretlen helyen, hanem vélelmezhetően bűncselekmény áldozatává vált. És valóban a kitartó körözési munka és a minden részlete kiterjedő adatgyűjtés eredményeképpen 2019-ben olyan információk jutottak a birtokunkba, hogy a férfi emberölés áldozatává vált. Katzenbach Imre neve a kezdetektől szerepelt az Eclipse botrány néven elhíresült ügyben. A cég a 2000-es években alvállalkozókat vont be tevékenységébe, hogy a 10 milliárdos nagyságrendű árbevétel után fizetendő áfa mértékét fiktív szerződések és fiktív számlák segítségével csökkentse. Az alvállalkozók később ezeket az összegeket készpénzben felvették és visszajuttatták a vezetőknek. A Pesti Srácok információja szerint Katzenbach Imre is az egyik olyan vállalkozó lehetett, aki felvette a kijátszott pénzt. A portál úgy tudja, hogy a gyilkosság előtt fél évvel, 2009 tavaszán a korábbi focista 500 000 forintnyi készpénzt vett fel. Azonban ekkor nem jutatta vissza az összeget a cégvezetőknek, hanem a pénzzel együtt külföldre menekült. Meggyilkolás előtt néhány héttel egy segélykiáltó levélben leírta a csalásra létrehozott céghálót és tudatta, idézem, életveszélyesen megfenyegettek, meg akarnak öletni, ezekkel keresték meg a feleségem és üzenték általa, több esetben üzentek, hogy eltesznek láb alól. Az MTI úgy tudja, az Eclipse ügyben érintett H. Attilát a rendőrség emberülés gyanújából hallgatta ki. A holttestet H. Attila birtokán találták meg. A Híradónk által megkérdezett kriminológus szerint elképzelhető, hogy maga az elkövető omlott össze és vallott, de akár a pénzügyi csalás egyik másik vádlottja is beszélhetett. Nagyon gyakori az, bármennyi idő eltelte után, hogy akik ügyről valamit tudtak, valamilyen kapcsolatban voltak egymással, aztán ez a viszony megváltozott, és hát rosszakkal lettek a másiknak, vagy egyszerűen csak jól értesültek akartak lenni, és lecsegtek mondjuk egy kocsmában. Katzenbach Imre az MTK színeiben 165-ször lépett pályára az NB1-ben, és 2-szer nyerte meg a magyar bajnokságot. 6 éven át Görögországban futballozott, visszavonulása után pedig alacsonyabb osztályokban edzősködött. Néhány nappal a 45. születésnapja után gyilkolhatták meg.